Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkeddel. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm a Tolnatáj nézőit is, akik majd délután 3 órakor fogják ezt a szentmisét megnézni, illetve részt venni a szentmisén. Ugye kérdés volt, hogy itt, eső, ott, vagy bent, vagy kint, nem vagyunk túl sokan, de örülök annak, hogy ennyien is vagyunk, örülök, hogy együtt lehetünk, és a remetén lehetünk kint, ugye szombatonként lett volna itt a mise májustól, de most úgy néz ki, hogy egy pár hétig, amíg nem lesznek a nagyobb feloldások, és jó idő van, addig itt leszünk kint. Szeretném megköszönni, mindig elfelejtek mindent, a Pistinek, a kántornak, a hangosítóknak a sok-sok munkáját, mert azért az, hogy ide kijövünk, nekik ez egy komoly feladat. Pisti volt a másik misén is, aztán kiszaladt ide, megcsinálta az oltárt. Köszönöm, Pisti, hogy így ezt így csinálod nekünk, hogy nektek, nekünk, mindannyiunk számára, hogy tudjunk itt kint szépen együtt, most már nem csak online misén részt venni. Hogy ténylegesen ez a Szent Misén való részvétel lelkünk békéjével, tisztaságban meglegyen, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztus. A nép halva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor Jeruzsálemben maradtak az apostolok, meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek, mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ez az arat, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk, s vigadjunk rajta. Ki megvilágosított fényével minket. Ez az alap, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk, s vigadjunk rajta. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat Krisztus szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy aki Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jó tetteitekért szenvedtek, mint mikor ez az Isten akarata, mint sem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a lélek szerint életre kelt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Alleluia.
és e világra jöttem. Ismét elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vígasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket. Visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim, hát mióta online misék mennek, azóta én nagyon szeretem ezt a Barsi Balázs könyvet, hiszen már Nagybőjben is elkezdtük ennek az elmélkedését. Egész pünkösdig van egy lehetőség ezt mindig elolvasni, mivel minden nap felolvasom, úgy gondoltam, ma is megteszem ezt, hogy ebből is részesüljetek, aztán azért majd egy-két saját gondolatot is majd szeretnék hozzá vagy mellé fűzni. Az a bizonyos nap, amelyről Jézus a mai evangéliumban beszél, nem más, mint az ő visszajövetelének napja. Nem a végső eljövetel napja, a világ vége, hiszen akkor mindaddig nem tudhatnánk, mit is jelent, hogy Jézus az Atyában van, és hogy mi az isteni természetben való részesedés által Jézusban vagyunk, ő pedig mi bennünk. Hiszen olyan tudás ez, amelyre sem azelőtt, sem utána önerejéből nem juthatott az emberi értelem. Jézus azonban ki akarta nekünk nyilatkoztatni, nem is csak mint tudást, hanem elsősorban mint életet. Ezért ígérte meg tanítványainak az utolsó vacsorán, hogy elküldi nekik a vígasztalót, az igazság és a tudás lelkét. Így hát az a nap, a nagy megvilágosodás napja, az igazi tudás napja, az Úr erőben való visszatérésének napja, pünkösd ünnepe. Pünkösd Jézus hatalmas új módon történő eljövetele. Azáltal, hogy bűneinket elvéve, a lélekben újjáteremtve felvett bennünket Isten fiúi életébe, beteljesítette ígéretét, hogy mi benne leszünk, ő pedig mi bennünk, hiszen a Szentlélek által a szívünkben él. Ezért írja Péter apostol, hogy őrizzétek szentül szívetekben az Úr Krisztust. Amint Péter és János apostol kézzel tétele ezt az újfajta életet közvetítette a szamáriaiaknak, akik megvoltak ugyan keresztelve Jézus nevében, de pünkösd ajándékait még nem kapták meg, úgy kell nekünk és a pünkösdi lélek által ráébrednünk Isten fiúi létezésünk csodálatos titkaira, felismerni hivatásunkat és a Krisztustól kapott küldetésünket. Rövid imádság még a végén. Urunk Jézus, hálát adunk neked szent lélekben való megvilágosításért, életért és küldetésért. Ébreszt fel, kérünk szívünket, hogy a benne lakó lélek által tanúskodhassunk rólad, és mindig készek legyünk válaszolni annak, aki a bennünk lévő reménység okát kérdezi tőlünk. Eddig a Barsi Atya elmélkedése mai napra. Én amikor először elolvastam a mai evangéliumi szakaszt,
úgy nagyon-nagyon boldog lettem, de tényleg, mert olyan jó volt azt olvasni, hogy nem hagylak árván titeket. Ugye van most az a magyar szlogen is, hogy egy magyar sem marad egyedül. Ezt értjük, nem értjük, hogy pontosan hogy is van ez, meg mi ez, de ez, hogy nem hagylak árván titeket igazából, ez ténylegesen mindenki átélheti, hiszen nagyon jól elmagyarázza Jézus, elmondja, hogy a világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek. Aki ismeri Jézust, aki befogadta őt a szívébe, aki tényleg hittel tekint rá, aki hisz a feltámadásban, az nincs árván. És azt láttam és tapasztaltam itt az egész szörnyűséges, járványságos időben, hogy milyen sokan vannak tényleg azok, akik Jézusból merítették az erőt, és nem érezték magukat árván, mert van Jézusuk. Ha fizikailag egyedül is voltak, nem mehettek emberek közé, mégis átérezhették ezt. Nem hagylak titeket árván. Óriási ajándék. Nem lát engem a világ, mondja Jézus. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Óriási ajándék, hogy van hitünk. És tényleg nagyon sajnálom azokat, akik hit nélkül élnek. És azt mondják, hogy boldog vagyok, mert ezt megszereztem, ez az enyém, meg ez, meg az van, de nincs Istenük, nincs Jézusuk. Nem érzik azt a Jézusi barátságot, a mennyi atya, atyaságát, amit mi érezhetünk. Egy nagyon nagy üresség ez bennük, amit ők nem éreznek, de mi tudjuk, hogy a mi gazdagságunk az ez. Aztán van egy másik téma, amit ma azért mindenképp el kell mondani, szerintem nem sokan tudjátok, hogy ma milyen világnap van ma. Valaki tudja, itt érzem a fiúkat. Nem? Na, vagy? Tömegtájékoztatási világnap. Ez egy pápa írt 4 oldalt erről. Nem akartam felolvasni, nagy körleveles vagyok, de azért most kihagytam ezt. Azért el szeretném nektek mondani, hogy engem lelkiismeret vizsgálatra indít ez a mai nap. Nem csak engem, hanem remélem, hogy titeket is, meg nagyon sok embert. Nagyon jó lenne, ha tudnánk imádkozni azokért az emberekért, akik bennünket tájékoztatnak. A televízió riportereiért, a szerkesztőkért, és nem tudom, hogy mennyire, én bevallom őszintén, nekem nincsen benne az ima életemben, hogy értük imádkozzak, de a mai nap én is mindig úgy ülök a prédikáció által, magamat is buzdítom, hogy ma biztos, hogy fogok imádkozni értük, és talán bízom benne, hogyha nagy butaságot hallok, vagy ezt látom, hogy ez más mond, mint az, ATV, mint a Hír TV, akkor tudjak imádkozni értük. Fiúk, az igazságot! És ez nagyon fontos lenne, hogy hát hogy változzanak meg, hogyha még mi sem imádkozunk értük, hanem elfogadjuk, hogy el vagyunk tájékoztatva erre, arra, attól függ, melyik csatornát nézem. Éppen kinek akarom elhinni azt, amit éppen mond. És ez nem csak a járványa, mindennel kapcsolatban így van. De talán nem azt akarom, hogy most legyen nagy lelkiismeret furdalásunk, de talán mi is hibásak vagyunk, hogy nem imádkozunk értük. Vagy igen? Aki imádkozik, attól elnézést kérek. Magamat ostorozom most, mert én nem szoktam. És nagyon fontos, hogy rendben van, hogy minket tájékoztatnak, de ne felejtsétek el, hogy ti is tájékoztattok másokat. Ti is tájékoztattok embereket bizonyos dolgokról. A járványnál láttam, hogy itt is Szexárdon olyan butaságokat mondtak néha, hú, már ez van, meg az van, aztán nem volt ez. Miket mondunk mi a másik embernek? Mennyire vigyázunk a szánkra? Tegnap volt Nepomuki Szent János ünnepe, ugye a gyónási titok áldozata lett, és arról is beszéltem a tegnapi nap egy röviden, hogy a szájnak a böjtje. Mennyire fontos lenne az, hogy amit kimondunk, az igaz legyen. Kevesebbet kéne beszélnünk, mondjuk én most sokat beszélek, de hát pap vagyok, de az emberekkel kapcsolatban, ha valamit kimondok, az igaz legyen. És az, hogy igaz lesz-e, és valami, amit Jézusról mondok, a hitemről mondok, azt mindig a tetteim, a gyakorlati életem fogja megmutatni. Úgy eszemben van, sajnos dohányoztam nagyon sokáig, de már nem, és nagyon két jó barátom, a Komjáti Attila meg a Fitz Szabi, amikor
magyar székű plébános voltam, és még fiatal, ugye egy-két éves papként ültem a szobámba plébánián, behívattam őket, mert rajta kaptam, hogy cigarettáznak, mind a ketten. Most egy is a dohányzik. Én ott ültem az íróasztalom előtt, kezembe a cigaretta, és mondtam, fiúk, ez nem normális, nem szabad dohányozni. Hogy képzelitek, hogy dohányoztak? Ez egészségtelen, ez nem jó. És kinevettek. Szememben nevettek, 18 évesen, ami teljesen megértek, és igazuk volt. Ha hogy lettek ilyen úgymond lökött, hogy mondom, és egészen más teszek. Ez egy kis dolog az életemben, de sajnos többször előfordult, és Jézussal kapcsolatban is előfordul. Mondjuk mi azt, hogy Jézus nekünk ezt mondta, ezt tanítja, így mondja, és közben, amikor meg életté kell váltanunk, akkor nem tudunk lépni. Nem tudjuk megtenni. Nagyon sokszor a tetteinkkel nem követjük a szavainkat. Mennyire jól mondja itt ugye a Barsi atya, ezt én is szeretem mondani azért, hogy ugye ébreszt fel, kérünk szívünket az imádságban, hogy a benne lakó lélek által tanúskodhassunk rólad, és mindig készek legyünk válaszolni annak, aki a bennünk lévő reménység okát kérdezi tőlünk. Mindig mondom, hogy egy, tudjunk válaszolni. Ismerjük meg a hitünket, a tanítást, a liturgiát. Tudjunk beszélni, merjünk jókat, okosakat mondani a hitünkről, az egyházról. Tudjuk meg. Nagyon fontos, hogy hányszor látom azt, hogy mikor kérdeznek bennünket, ugye akik sokszor szokták ezt mondani, hogy a keresztes háborúk, az inkvizíció. És ilyenkor, ó, tényleg, akkor mi? Erre vannak értelmes és komoly válaszok. Ismerni kell az egyház történelmet. Ismerni kell az annak a kornak a dolgait. És lehet válaszolni ezekre a kérdésekre. És lehet bűnbánatot tartani. Lehet a mellünket verni az egyház bűneiért, vagy az egyházban élő emberek bűneiért. De tudjunk és merjünk és akarjunk válaszolni. Az embereknek szüksége lenne a te örömödre, a te hitedre, a te Jézussal való kapcsolatod megvallására. De mindig ott van mögötte az, hogy amit mondasz, azt éld is. Hát a tömegtájékoztatási világnapon ezt szerettem nektek elmondani, hogy imádkozzunk, akik bennünket tájékoztatnak, és imádkozzunk önmagunkért is, hogy mi is jól tudjunk Jézusról, a hitünkről tájékoztatni embereket, hitelesek legyünk, az életünkkel mindig mutassuk meg, hogy mi ezt tényleg így gondoljuk. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, ennek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a mennyei Atya azt akarja, hogy kövessük Szent Fiát. Kérjük ehhez bizalommal segítségét. Hogy egyházad mindig Krisztus útján járjon. Kérjük téged, hallgass meg minket. Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei Atyánk, hallgass meg könyörgésünket, segíts, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, és így elnyerjük az örök életet
Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva, atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert odaadta életünk életét. A régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszár zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságon, áldott aki valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik
a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, a szent apostolokkal, szent Bernát apáttal, Nepomuki szent Jánossal, szent Rókussal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok,
akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megnyugod az én lelkem. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, és Te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentség kegyelmét és az üdvösség kenyerének erejét árasz szívünkbe, Krisztus ami Urunk által. Amen. Nedves testvérek, nagyon jó volt így veletek együtt imádkozni, ezen a szentmisén részt venni, madácsi csergéssel, napsütéssel, tehát azért büszkék lehettek, bátrak voltatok,
ennek a bátorságnak meg is jött az ajándéka, hiszen kisütött a nap, jó időnk van, jó volt veletek együtt lenni, köszönöm szépen. A hirdetések, sok minden nincsen, az online misék 9-10 órakor minden nap a plébánia kápolnájából közvetítve lesznek, vasárnap pedig mindig 3-4-9-es szentmise lesz közvetítve. Csak ugye mondják, hogy ott a hang egy kicsikét a mikrofon miatt nem olyan jó, visszhangzik a templom, de hát ez van sajnos, hogy most azért ott is voltunk egy 20-25-en a szentmisén. Nagyon szép napot kívánok nektek, akik itt vagytok, akik a televízió előtt néztétek és ezen a szentmisén részt vettetek. Kísérjen benneteket Isten áldása is. Ahogy szokták mondani, vigyázzatok magatokra. Ez a vírus nélkül is különben teljesen igaz volt, és igaz lenne, hogy akkor is vigyázni kell magunkra, vigyázzunk egymásra is, ha van vírus, ha nincsen. Akkor se lehet csak bármit csinálni a másik emberrel. Életünkkel kell megmutatni neki, hogy Isten őt is szereti. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Amen. Szentmisénk véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Krisztus feltámadott, hogy adok meg a szent.